Az elmúlt évektől eltérően ezúttal nem amerikai, hanem cseh és magyar zenészek köszöntek el a publikumtól. Elsőként a Miroslav Vitaus nagybőgős és Jiří Steven fúvós alkotta dúó mutatkozott be, akik az amerikai jazzből táplálkozó mai prágai jazzzenét varázsolták a színpadra. Más ez, mint a mi zenénk, de az jó, hogy legalább van, aki műveli, mondta a szünetben Kurina Miklós, a magyar kanizsai jazz doyenje, aki naponta zongorázik a Művész Kávézó vendégeinek. Az idei fesztiválon is ebben az elmúlt két napban inkább ilyen kortárs improvizatív zenét hallottunk. Természetesen meghallgatom. Hát ezzel kapcsolatban azt tudnám mondani, hogy mi valami másféle zenén nőttünk fel. Az idei fesztivál utolsó koncertje a budapesti Grencsó Collective Celebration Quartetnek jutott. A magyar népzenei elemekkel tartított improvizáció elnyerte a közönség tetszését. Igazából soha nem volt elfogadott, szóval ez nem egy tömeg műfaj. Erre nem lehet bankot alapítani. De végül is mindig így működött az élő dolgok, meg az ilyen kísérletezőbb dolgok, azok mindig így fű alatt, mint a kis patak, de mindig megtalálták az útjukat. Három nap, hat koncert, két éjjeli örömzene. Nagy József fotogram kiállítása és Wojciech bemutatója. Ez volt a 19. Magyar Kanizsai Jazz Fesztivál. Megváltozott, megújult, de nem tért le a kitaposott útról. Maradt a hagyományok és az improvizáció találkozása, olyan, ami ennek a jubiláris 20. Jazz Fesztivált is elképzelik a szervezők.